A Paks 2-nek nagyon fontos, hogy a régióban minél többet tudjanak magáról a cégről is, illetve magáról a projektről, de ezen kívül nagyon fontos, hogy azok az emberek, akik tudnak segíteni, azok tegyék is ezt meg. E gondolatok ösztönözték a Paks 2 ZRT kollektíváját abban, hogy ruhagyűjtést szervezzenek a Tamási Caritas Egyesület számára. Az ilyen is hasonló akciók rendszeresek a projekttársaságnál. Ezek során arra törekszenek, hogy a valós igényekre reagáljanak. Olyan szervezeteket keresnek, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak a nehéz helyzetben élőkkel, és ismerik a problémáikat. Így esett a választás idén a Tamási Caritas Egyesületre, amelynek több mint 1000 kiváló minőségű használt ruhát adott át a Paks 2 ZRT munkatársai nevében Mittler István kommunikációs igazgató. Meg kell vallanom, hogy hasonló még nem történt az életünkben korábban. Természetesen az itt élők és a környéken élők hoznak szinte naponta adományokat, de ilyen nagyságrendben még nem volt erre példa. Úgyhogy nagy volt az öröm, és egyben a gond is, mert tárolási lehetőségeink behatároltak, tehát nem tudtuk, hogy mit fogunk ezzel kezdeni, de mára már megvan a forgatókönyv, tudjuk, hogy hova fogjuk továbbítani, kinek fogjuk adni. A ruhanemű egy része közvetlenül rászoruló családokhoz került, de a közmunkásoknak és a Tamási Roma önkormányzatnak is juttattak belőle. Legalább annyira jó és öröm adni, mint amennyire örülnek azok, akik kapják az ajándékokat. Az év folyamán több alkalommal volt gyűjtés, amikor országos akciók is voltak, hogy egy-egy beteg gyereknek a gyógyítására gyűjtöttünk össze pénzt, valamint az idén még a kollégák úgy döntöttek, hogy novemberben tettek egy javaslatot, hogy használt ruhát gyűjtsünk a munkatársainktól. Több mint 1000 ruhadarabot gyűjtöttek össze a kollégák és hoztak be jó 2 hét alatt. A Paks 2 ZRT nagy hangsúlyt fektet a karitatív tevékenységekre, rendszeresek a véradások, adománygyűjtések. Korábban a Tolna megyei Balassa János megyei kórház gyermekosztályán fekvő betegeknek, a Paks kistérségi szociális központ családsegítő szolgálata rászoruló ügyfeleinek is gyűjtöttek. Idén pedig csatlakoztak egy országos kezdeményezéshez is, amely során gyermekotthonokban élő gyermekeket ajándékoznak meg.